Na, most, hogy megyek csekket befizetni, gondoltam, megnézhetnénk, hogy mi történt a második részében a görög kiruccanásnak. Íme. Most, hogy ezen is túl vagyunk, csinálnék is egy GoPro Hero 7 Black őszinte review-t. Szóval ez egy nagyon jó kamera, akkor, amikor működik. Nagyon jó ez a Hyper Smooth, 240 fps 1080-on, bár akkor nincs stabilizáció, csak hát szeret kifagyni, nem beindulni, és akkor egy ilyen 10-20 másodperc, mire újra rakod az aksit. Igen. Szóval az történt a utolsó 6 nap kontentjével, videóival, hogy hazafelé a repülőn kiírt a kamera, hogy SD card error. Újra raktam a kártyát, kiírta, hogy SD busy, aztán kiírta, hogy minden rendben, illetve azt is kiírta, hogy 0 darab média található a kártyán. Eléggé levert a víz. Éppen már a leszálláshoz közeledtünk. Természetesen a laptopnak nem kellett volna az ölembe lennie, de felvettem magamhoz és leellenőriztem. És tényleg eltűnt minden videó. Csináltam egy recovery-t, de azzal is csak ezeket a korrupt videókat sikerült megmenteni, illetve pár képet. Szóval ez most ennyi. Így lemaradtunk arról, hogy a több naposan hogy állítom be a nyergemet a rajta 5 perccel. Azt sem láthatjuk, ahogy Tibi frissít, lassítva, mert azt nagyon jól felvettem. Mi maradt még le? Hát az egyik nap csak olyan slágereket énekeltem mindenféle szituációban, mint a Seven Rings, illetve Pacino AK-26-tól, illetve egyéb nagyon jó magyar zenéket, például egy-két Lil G slágert is beletettem. Hát igen, van ilyen. Tanul a hibába az ember. Nem szabad megbízni a általános legjobb akciókamerában, társulva az egyik legjobb memóriakártyával. Hát ez most így alakult. Volt a versenyről is videó, de hát most ezeket hiába mondom el, semmi értelme. Így.
most, hogy videóm nincs, így miért nem mutathatnám meg a szuveníreket, amiket hoztam? Tessék! Ez itt egy műanyag dobozos húzó, 38%-os. Nem tudom, csak Dóri kérte, hogy hozzak, úgyhogy hoztam. Amúgy olyan illata van, mint a Negrónak, meg íze. Ez itt egy üveg palackos húzó. Ugyanúgy. Ja nem, ez 40%-os. Ez egy hűtőmágnes. Ez is. Ez itt Pitagorasz bácsi. Ezt nem tudom, hogy én vettem-e, de nálam kötött ki. Hát nem valami jók a fények, de nagyjából látszik. Ez a kulcs a szobánkhoz Rodoszon, amit elfelejtettem leadni. Beszállókártya. Ez az Olympic Airlines-os laptop táska, akármi. Így néz ki az égenes transfer. Akármi. Ez valami aténos map, térkép valami. Ez életem vétele. Greece Acropolis. Ez a Rodoszi Duty Free-nek a műanyag zacskója. Nagyon jó műanyag. Ez még egy akropoliszos hűtőmágnes. Így néz ki az Aegean Airlines frissítőkendője. A metrójegy, amivel be lehet jutni a reptérre Athénba. Illetve a jegy, az ingyenes akropoliszos diákjegy. Nagyon szép. Visszatérve még a kamerára, nagyon melegszik, szóval egy hosszabb felvételnél, vagy egy timelapse-nél, time warp-nál egyszerűen forró, ami elég ijesztő, és akkor mintha gyakrabban le is fagyna. Most frissítettem a szoftverét, és ebben az elmúlt két órában egy olyan háromszor fagyott le, és akkor ki kell ütögetni a tokjából, aksit kivenni, aksit betenni, aztán általában működik, csak ugye például ez biciklizés közben nem olyan magától értetődő, meg egyszerű kivitelezni. Az aksit nagyon meríti. Vettem hozzá Amazonról egy három aksis pakkot, ilyen után gyártott. Adta hozzá töltőt is, amivel egyszerre hármat lehet tölteni. Általában minimum egy plusz aksi van nálam, ami szerencsére kicsi. A menürendszer eléggé magától értetődő, de a touchscreen egyszerűen a swipe-olást azt nem nagyon szereti. Főleg fölle, ha a tokban van, sokszor nem érzékeli. Az aksi merülésének ennyi vonat jár, hihetetlen. Szóval az aksi merülés ellen a Wi-Fi-t azt általában kikapcsolva tartom. Az LCD brightness az 20%, GPS az off, illetve a legrövidebb automatikus power off
az 5 perc után van, amit nem is értek. Miért nem lehet egy 2 perces is beállítani? Ezen kívül az LCD kikapcsolása is 1 perc után van. Még a sound controlt is kikapcsolva hagyom, mert ugye az figyel akkor is, amikor ki van kapcsolva a kamera, hogy be tudjon kapcsolni, amikor mondod neki. Van ez a screen lock, ami jó akkor, amikor például én picivizés közben mezemben hordom, és valamikor már nincs időm kikapcsolni, és nem nyomódik el, amikor beteszem a zsebembe, vagy a mezem alá. Ez 120 fps, 2,7K. Ugye itt már nincs stabilizáció az ilyen futásnál. Ilyen. Az eddig látott 60 fps Hypersmooth az meg futásnál ilyen. Na, most is újra kellett raknom az aksit, mert úgy döntött, hogy a FPS váltásnál lefagy. Úgyhogy 1080p 240 fps. Van ez a Super Wide Field of View. Ez most a wide, ami most megy. Íme a Super Wide. Elnézést, Super View, nem Super Wide. De végül is ugyanaz. Ez az. Ezt elvileg arra ajánlják, amikor biciklire vagy kördeszkára, vagy valamire felrakod, vagy akár magadra. Illetve van még a linear, az ez. Még annyit tudni kell, hogy a stabilizáció az levágja egy olyan 10%-kal a képet, illetve a Superview az nem elérhető például 4K-ban, 60 fps-nél csak 30-nál és alatta. És újra lefagyott, úgyhogy újra raktam az aksit és újra itt vagyunk. 3-4-szer ejtettem le a kamerát a Tokjával együtt. Egy kicsit már látszódik ott a lencse környékén a kopás. De semmi komoly, elvileg ez erre lett tervezve. Ennyi. Viszont ez a kis csat, amivel lezárod a tokot, ennek már a csatja az végül is lejött. Szóval, mintha kilazult volna az a kis fém valami, ami így átmegy a műanyagon, majd most próbál megmutatni, de ezt előleg egy fogóval össze kéne most nyomni. Boy.